Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Ebben a kísérletben rozmózist fogjuk vizsgálni tojás segítségével. Ehhez először is kell, hát jó, hogyha kettő nagyjából ugyanolyan tojást választunk. Ezeket a tojásokat szépen beletesszük egy főzőpohárba. És azt ugye tudjuk, hogy a madár tojás meszes héjjal rendelkezik, ezt a meszes héjat először le kell oldanunk. Ehhez tökéletesen megfelel nekünk a háztartási ételecet, ami ebben az esetben 20%-os. Ezzel nyakon öntjük ezeket a tojásokat. Hogy teljesen ellepje őket. Amit már meg lehet figyelni a tojásokon, hogy az ecet sav oldja a meszes héjat, és pici kis buborékok figyelhetők meg a tojás héjon, ez ugye a széndioxid. Ezeket a tojásokat félrerakjuk, és nagyjából egy éjszakán keresztül, vagy egy napon keresztül kell várnunk arra, hogy a meszes héj teljesen leoldódjon. Én ezt már előre megcsináltam, nézzük, milyen eredménnyel járt ez. Egy nap elteltével nézzük meg, leöntöttem a tojásokról az ecetet, és ami nagyon jól látható, hogy a tojásról a meszes héj teljesen leoldódott. Ami maradt, ez az úgynevezett héjhártya, ami nagyon jó, és ez nagyon szépen látszik, hogy rugalmas. Ez fog nekünk félig áteresztő, szemipermeábilis hártyaként funkcionálni. Mert hogy az egyik tojást, megnézzük a másikat is, az is, arról is gyönyörű szépen leoldódott, itt még egy pici marad, de ez nem fogja befolyásolni a kísérletet. Ezt a két meszes héjától megfosztott tojást különböző oldatokba helyezem, vagyis hát az egyik nem is oldat, az egyiket sima desztillált vízbe, a másikat pedig nagyon tömény nátrium-klorid oldatba, tehát ez egy nagyon tömény sós víz tulajdonképpen. Jó, tehát belehelyezzük az egyiket a sós vízbe, a másikat pedig a desztillált vízbe. És aztán megint várnunk kell, megint nagyjából egy napot, hogy elemezzük a kísérletünket. A két tojást, amelyekről előzőleg a mézhéjat ecetsav segítségével leoldottuk, belehelyeztük az egyiket desztillált vízbe, a másikat pedig nagyon-nagyon tömény konyhasó oldatba. Nézzük meg a desztillált vízben ázó tojást, illetve a másikat, ami tömény konyhasóban fürdött. Ami már néhány óra elteltével is látható, hogy a desztillált vízben lévő tojás desztillált, ugye a héjhártyán keresztül ugye átdiffundált a desztillált víz, ezáltal egy kicsit nagyobbá vált, megduzzadt. Míg a nátriumklorid oldatban lévő tojás, mivel a nátriumklorid oldat sűrűsége nagyobb volt, mint a tojásban lévő koncentráció, ezért már látható, hogy vizet vesztett, ezért egy icipicit kisebbé vált. Tehát az ozmózis jelenségét ezzel is szemléltethetjük, hogy a félig áteresztő hártya két oldalán eltérő koncentrációi oldatok esetén a víz a félig áteresztő vagy más néven szemipermeábilis hártyán keresztül képes átdiffundálni. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.
Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!